Lendületesen kezdte a Moson-Magyaróvár elleni találkozót a Szent Lőrinc labdarúgó csapata a Merkantil Bank Liga 7. fordulójában. Rögtön a 4. percben Németh Erik lövését védte Henrik, aki pattanót Mervó rúgta rá, de ezt is hárította a vendégek kapusa, Daróczi lövése után pedig a kapu előtt suhant el keresztbe a labda. A 17. percben a visszapasszolt labdát Szalka 18 méterről a jobb alsó sarok mellé lőtte. Majd a 31. percben megszerezte a vezetést a Moson-Magyaróvár. Végbence próbálkozott 18 méterről, lövése megpattant egy játékoson, a labda pedig a vetődő Prokop felett a kapu bal oldalába hullott. 3 perccel később egy jobboldali szabadrúgást követően Deák fejel 10 méterről, jócskán a kapu fölé, majd csörgő bombája tévesztett célt. Az első félidő hajrájában pedig véglőtte el messzire a labdát 25 méterről. A fordulás után Daróczi vette célba a vendégek kapuját, de 18 méterről gyenge lövést eresztett meg, a labda a bal alsó sarok mellett gurult ki. Majd Szabó Máté végezhetett el egy szabadrúgást 24 méterről, de a kapu fölött szállt el a labda. A 76. percben aztán a vendégek gólszerzője Végbence kapott bele kapujától 20 méterre a labdába, így második sárgával kiállította őt a játékvezető. Ezek után mindent egy lapra tett fel a Szent Lőrinc. Filipovics szabadrúgásból nem sokkal a jobb felső sarok mellé tekert, aztán Németh Erik próbálkozott, Henrik szögletre paskolta a léc alá tartó labdát. A 84. percben egyenlítettek a házigazdák. Egy szögletet követően tovább pattant a labda egészen az ötösön üresen álló Vidnyánszky Mátyásig, aki a kapu jobb oldalába fejelte azt. Ezt követően még 2 próbálkozása volt Jeremiás Gergő csapatának. A 87. percben Kis Szemán baloldali beadása után Bányairól a kapu mellé perdült a labda. A 90. pedig egy jobboldali beadást követően Kis Szemán fejelhetett volna gólt, de nem volt elég erő fejesében, így Henrik könnyedén védett. A találkozó pontosztoszkodással zárult. A Szent Lőrinc legközelebb szeptember 11-én 17 órától az újonc Hárrend Kozár Misleny ellen lép pályára a Merkantil Bank Liga 8. fordulójában. Sajnálom azt, hogy a játékosok befektetett munkája most csak 1 ponttal jutalmazódott, ugyanis azt gondolom, hogy nagyon sokat tettünk azért, hogy begyűjtsük a 3 pontot. Végig kezdeményezően léptünk fel, a Moson-Magyaróvár azt nagyszerűen védekezett. Mi ennek a végén tudtuk csak megtalálni az ellenszerét, viszont büszke vagyok a srácokra, mert mentek előre az utolsó pillanatig. Sajnálom, hogy csak 1 pontot tudtunk szerezni. Azt gondolom, hogy most meg kellett küzdenünk ezért az 1 pontért. Nem volt látványos játék, sőt Szent Lőrinc azért játékban előttünk jár. Be kell vallani, de ebben a sorozatban, amiben vagyunk, ez a legfontosabb az, hogy a csapat életében az idegenben nagyon értékes pont, hiszen a Szent Lőrinc azért az MTK-val is le tudott x-elni, pontokat szerez, úgyhogy a küzdéssel és tényleg a játékosoknak a hozzáállásával nagyon elégedett vagyok. Egymásért küzdve hajtottunk a kiállítás után, és megkaptuk a gólt, akkor sem éreztem, hogy megint a csapat védekezésben nagyon szervezettek voltunk, úgyhogy gratulálok nekik, mert nagyon értékes pontot hoztunk én a Szent Lőrincről.